Köszöntöm Önöket, ez itt a Köztér, a Fehérvár Televízió közéleti magazin műsora, és mai adásunk fókuszában a Székesfehérvári Egyeszámú Lakás Fenntartó Szövetkezet, illetve az ahhoz kapcsolódó jogi eljárások kerülnek majd a középpontba. Stúdiónk vendége Szabó Melinda, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm, hogy mindenkit szeretettel köszöntöm. Nem véletlenül mondtam, hogy jogi eljárások, hiszen több jogi eljárásra is foglalkoztunk már itt a köztérben, ami a szövetkezet kapcsán így felmerült. Most hogy állnak ezek, Melinda? Hát sajnos az utóbbi időkben számunkra nem éppen a legkedvezőbben végződtek, de vannak még lezáratlan ügyek. Hát éppen ilyen például ma kaptam kézhez a győri ítélőtáblától egy végzést, amelyben felszólítottak arra, amelyben tájékoztatást kaptam arra, hogy 2016-ban egy olyan ügybe, törvényességi ügyben, ami megjárt a budapesti ítélőtáblát, fővárosi ítélőtáblát, a kúriát is, és kötelezték a szövetkezetet, hogy dokumentumokat adjon ki a tehemmel kapcsolatos szerződésekkel, költségmegosztókkal kapcsolatos dolgokat. Mind a mai napig nem kaptam meg, tehát lassan már 4 éve húzódik. Mondom, kúriát is megjárt, jogerős végzés van róla, hogy kötelességük kiadni. Tehát, hogy arról van jogerős végzés, hogy a szövetkezetnek ki kellene adni. Most arra hivatkozik a szövetkezet, mert közben 3 ügyszámot is kapott az eljárás. Most arra hivatkozik, hogy én 2019. június 1-ével megszűntem szövetkezeti tag lenni, mivel eladtam a szövetkezeti lakásomat. Ez annál is érdekesebb, mert mondom, hogy 16 óta húzódik az ügy, tehát 4 éve lett volna a szövetkezetnek, hogy kiadja, most újabb trükkel áll elő. Alapos a gyanú, hogy az egész arra megy ki, hogy a 2021-es azt állítja az ügyvezető igazgató, hogy 2021-ig ezeket a tehemes költségmegosztókat fenn kell tartani, hogy valamilyen trükkös módon elhúzzák, és mindent megakadályozzanak abba, hogy papír dokumentumokhoz jussunk, hogy bizonyítani tudjuk, hogy ez nem így van. Mert azt gondolják, hogy nem így van akkor ezek szerint? Nem. Vagy nem tudják pontosan, mert nem látták a dokumentumokat. A probléma az, hogy átnéztük a pályázat, a 2005-ös panelprogramos pályázatokat, de sajnálatos módon például a mi épületünkben nem is volt költségmegosztó a pályázatban. Ennek ellenére azt állítja Farkas úr, hogy nekünk is 21-ig fent kell tartani. A pályázatban se szerepelt. Tehát itt olyan katyvasz van, hogy jó lenne végül is tisztázni ezeket a dolgokat, és hogyha ez jogsértő módon szedtek be a tagságtól több 100 millió forintot a tehemnek, ami a tehemnél landolt végül is egy gazdasági lobbinál, azt szeretnék megtudni, hogy végül is milyen szerződéseket kötött a szövetkezet ügyvezetője, Farkas Béla, a hátunk mögött a tehemmel. És akkor ugye erre most kaptak egy elutasító határozatot még azzal nem, kapcsolatban? Még nem. Arra szólítottak fel, hogy jelezem, hogy megszűnt, tehát hogy eladtam el a szövetkezeti lakásomat. Igen, én beszéltem ügyvéddel, közben fölhívtam, azt mondja, hogy nonsens, mert azt kellett volna a bíróságnak figyelembe venni, hogy mikor indult a per. Ez 2016 óta húzódó eljárás. Most azon címszó alatt akarják megszüntetni, hogy én elköltöztem, és eladtam a szövetkezeti lakásomat. De sokkal inkább fontos az, hogy vélekedik maga a LOSZ Lakásszövetkezetek Országos Szövetségének az elnöke ezekről a jogi eljárásokról. Azt mondja, hogy azt is nyugodtan kijelenthetjük, hogy a cégbíróságok hivatalból eljárást alig-alig kezdeményeznek a MULASZ lakásszövetkezetek ellen, csupán bejelentés alapján elnöke annyira, amennyire. Tapasztalataik szerint ettől a törvényességi felügyelettől a mulasztó szövetkezeteknek különösebben nem kell tartaniuk, e tekintetben kivételnek csak az éves beszámoló számon kérése tekinthető. Tehát maga a LOSZ Lakásszövetkezetek Országos Szövetségének az elnöke is elismeri, hogy hiába bizonyosodnak meg és kötelezik a szövetkezetet arra, hogy dokumentumokat adjanak ki, szövetkezet fittyet hány rá.
És tehát, akkor mi lesz most a folytatásban? Említett, hogy egyeztetett az ügyvéddel. Az az igazság, hogy inkább arra szeretnék most fókuszálni, hogy, hogy a szövetkezet ügyvédje, a Tettinger ügyvéd úr, aki tulajdonképpen azért alkalmazunk, hogy a szövetkezetnél minden jogszerűen, törvényesen történjen, milyen jogsértéseket követett el az évek során, és a miért állíthatnánk azt, hogy alapos a gyanú arra, hogy a szövetkezetünk 1992 óta jogsértően működik. És ezeket milyen tényekkel tudnánk alátámasztani. Először is hivatkoznék arra, hogy Tettinger ügyvéd úr 2014. április 17-i küldőgyűlésen felvetette azt, hogy mivel én is már évek óta feszegetem, hogy, hogy a szövetkezet csak üzemeltető. A szövetkezetnél mi a tagok vagyunk, és megkérdőjelezem azt a 2004 évi szövetkezeti törvényt, amelyben a kijelentették, hogy a szövetkezet tulajdonába tartozik minden a lakásokon kívül, meg egy-két garázson kívül. Ezt én nagyon aggályosnak tartunk, mert ez tulajdonképpen nem így van, ezt Tettinger ügyvéd úr is itt a küldőgyűlésen így fejtette ki. A földhivatali nyilvántartásban megnézik a saját lakásaiknak a tulajdoni lapját, mindegyiknek a tetején ott van, és az mármint idézi, és az alapító okirat szerinti ingatlanhoz tartozó tulajdoni hányad szerinti részek tartoznak a lakáshoz. Akkor ez mit jelent, hogy akkor ez azt tárolók jelent, vagy? Ez, és itt összehasonlítja a társasházokat és a szövetkezeteket, de majd tovább folytatja, hogy a lakásszövetkezet jogi személy, és kimondja az alapszabályunk, majd erre is visszatérnék, valamint a lakásszövetkezeti törvény is, hogy a lakásokon kívül minden egyéb a szövetkezet tulajdonában áll, 1992-ben így döntött a közgyűlés. Kezdjük a végével. Azt állítja Tettinger ügyvédül, és félrevezeti a küldötteket, hogy 1992-ben úgy döntött a küldöttgyűlés. Ez egy szemen szedett valótlanság. Bocsánat, nem küldöttgyűlés, közgyűlés. Ugyanis ez a közgyűlés, egyetlen egy határozati pont volt, ez az április 21-i 1992-es, azóta nem volt közgyűlésünk. Ebben az egy határozati pontban négy pontot jelöltek meg, ami kizárólagosan közgyűlési hatáskörbe tartozik. A szövetkezet megszűnése, a szövetkezeti vagyon felosztása, a alapszabály megállapítása és az érdekvédelmi szövetségbe való belépések, vagy abból való kilépés. Na már most, nem volt újabb közgyűlés, ennek ellenére a küldöttgyűlés állapította meg a jogsértő módon a szövetkezet alapszabályát, és ezt a bíróság, a cégbíróság minden további nélkül eltűrte, holott itt van a rendes közgyűlés, aminek egyszemében ezt nem tehette volna meg. Tehát akkor a közgyűlési feladatot ezek szerint a közgyűlési jegyzőkönyv, vagy nem tudom mi ennek az iratnak a hivatalos neve, gyakorlatilag olyan feladatot végzett el a küldött gyűlés, ami közgyűlési hatáskörben igen, tartozott volna, ezt jól értem? Módon, jogsértő módon, igen, erről van szó. Azért is érdekes, mert az alapszabály megállapítta, tehát azt írja az ügyvéd úr, hogy ezt a közgyűlésünk állapította meg, ez nem igaz. Tehát itt van a dokumentum, hogy ez nem igaz. Azon kívül az ügyvéd úr azt is állítja, hogy, és bocsánat, még ezt száfolnám azzal is, hogy a kezemben van egy eredeti adásvételi szerződés, amelynek a 17. pontja kimondja, hogy a közös tulajdonban maradó gépkocsitárolók jelen lakásra jutó érték hányada ennyi forint, amely összeg után a vevő vagyonátruházási illetéket tartozik fizetni. Ha én valami után vagyonátruházási illetéket fizetek, tehát a tulajdonomba kerül, azt nem veheti el a 2004 évi szövetkezeti törvény, még akkor sem, hogyha megértem, hogy 2004-ben, amikor elindultak a panelprogramos felújítások, akkor a szövetkezet hitelt akart felvenni, és a hitelnek a fedezeteként a banknak valamit fel kellett ajánlani. Hát nyilván, hogy a garázsokat igyekezett felajánlani, de az én tulajdonomat nem vehette volna el a szövetkezet, és nem kerülhetett volna bele a 2004 évi szövetkezeti törvénybe. Itt a harmadik pont, amit az ügyvéd úr itt kifejtett, az az alapszabály. Az alapszabályunkkal kapcsolatban nagyon sok eljárásban a szövetkezet arra hivatkozik, hogy az alapszabályunkban bent van.
Ez azért kérdőjelezhető meg, mert az alapszabály nem írhatja felül a törvényt. Bárhogy is szeretné a szövetkezet ügyvédje. Tehát a törvény a sokkal magasabb rendű. Itt van egy IKT 543/2017-es szövetkezeti válasz, amiben éppen ezt fejtegeti a jelenlegi elnökünk, de ezt én tanúsítani tudom, hogy rengeteg perben is, törvényességügyben, meg perben is előkerül az, hogy szövetkezet alapszabályára hivatkoznak, amitről majd itt bizonyítani tudom, hogy ítélőtáblai végzés van, hogy jogsértő módon teszik meg. Azt állítják ebbe a levélben, hogy a szövetkezetünk alapszabálya jogerős bírósági végzés szövegének szó szerinti átvételével rendezi az iratkiadási információkérési viszonyokat. Sajnálatos módon a jelenleg eljáró székesfehérvári törvényszék megszagadja saját jogerős végzésének tartalmát, azzal szemben fordulva végzéseiben mindenféle iratkiadására kötelezi a szövetkezetet. Az igazgatóság jogszerűen jár el az alapszabály betartásával. Na már most. Ez azért érdekes, ezt eddig az itteni cégbíróság el is fogadta az alapszabályra, hivatkozott az ügyvédő nagyon sokszor, és azt itt manipulatív módon az itteni cégbíróságot valamilyen módon megvezette, elnézést. Az ön véleménye szerint? Igen. És itt az itteni cégbíróság ezt be is fogadta, de itt van a kezembe egy ítélőtáblai végzés, amely kimondja, és itt felhívnám a tagtársak figyelmét, hogy igenis, hogy jogunk van bármilyen információ a szövetkezet vezetőségéhez fordulni, és a szövetkezetnek ezek hiteles, érdemi válaszokat kell adni. Majd most felsorolnék egy-két olyan dolgot, amivel ezt a törvény garantált, hogy jogunk sérül, a szövetkezet rendszeresen megsért, és ezzel is alátámasztam már azt, hogy milyen törvénytelenségek volnak itt. Ez azt írja, ez a lényeges, és felhívnám a tagság figyelmét, hogy erre hivatkozzanak, 10/CGTT 43234/2017-es fővárosi ítélőtábla végzés, amely kimondja azt, hogy a lakásszövetkezetre vonatkozó bármely kérdésével tisztérvesző, tehát a tag alapvető joga, hogy a szövetkezetre vonatkozó bármely kérdésbe a tisztségviselőktől tájékoztatást kérjen. Ezen a tagi törvény által biztosított garanciális jelentőségű alanyi jogosultságból, amely önmagából a tagsági viszony fennállásából következik, az vonható le, hogy a jogosultságot sem az alapszabályban, sem a szövetkezet szerveinek határozataiban nem korlátozható, figyelemmel, és itt írja a jogparagrafusokat, és kizárja a jogi személy tagjai, alapítói számára a törvényi rendelkezéstől való eltérés lehetőségét a jogi személy létesítő okiratában, ami nem más, mint az alapszabály. Tehát ez egyértelműen azt mondja ki, hogy nekünk törvény által garanciális jogunk az, hogy bármilyen ügybe tájékoztatást kapjunk, és hogyha ezt a szövetkezet nem teszi meg, vagy nem válaszol rá, mert nekem is van egy csomó olyan levelem, amikor nem tartották be a 30 napos válaszadási kötelezettséget, most 2019-es küldött gyűlésen felszólalt a Kelemen Béla úti egyik tagtársunk, amikor mondta, hogy egy éve adott be a szövetkezetnek egy levelet ajánlva, és mind a mai nap, vagy addig a küldött gyűlésig nem kapott rá választ. Tehát itt nagyon-nagyon sok aggályos dolog van. És hogyha jól értelmezem, csak hogy egy kicsit a jogi paragrafusok nyelvezetéből kilépjünk, akkor ez azt is jelenti, hogy hiába hivatkoznak alapszabályban egyéb különböző szövetkezeti szerv által meghozott határozatra, ez semmiképpen sem írhatja felül a törvényt, és a törvény adta jogával, akkor ezek szerint a szövetkezeti tagok élhetnek. Bármilyen kérdésben, és ez a szövetkezet kötelessége válasz, a szövetkezet vezetősége kötelessége érdemi, hiteles választ adni. Tehát ez a lényeg. De itt van egy 2018-ban Farkas úr által aláírt levél, amiben azt írja, hogy nem tudjuk, mennyire tartozik önre más lépcsőház működése. Úgy tartozik rá, és itt dokumentumban bizonyítani tudnám, úgy tartozik rá, hogy a szövetkezet egy egység. Itt a tagok, mi tagok vagyunk. Tehát az, hogy másik lépcsőház
és az összes lépcsőház hogy gazdálkodik, az, mivel egy egység vagyunk, ez mindenkire tartozik, nem csak az adott lépcsőházra. A szövetkezet, a vezetősége arra szeretné korlátozni jogunkat, hogy mi csak a saját lépcsőházunkra vonatkozó információhoz tudjunk hozzájutni. Ez azért is aggályos, mert én például nem egyszer felvetettem, hogy itt az elszámolásokkal gondok vannak. Küldőgyűlési anyagban lefejtett számadatokkal tudnám bizonyítani, hogy itt az egyes lépcsőházak között horribilis különbségek vannak, ami semmi nem indokolja. Meg hivatalos dokumentumokkal azt is tudnám bizonyítani, hogy például a mi lépcsőházunkban volt olyan év, hogy egy lépcsőházra több mint 500 ezer forintos hulladékszállítást számoltak el. Amikor ezt szóvá tettem, akkor a következő évben már ez lecsökkent 100 valamennyire. Tehát olyan látszatja van az egésznek, mintha itt hasra csapva egy bizonyos összegeket ideosztanának, odaosztanának, és nem tudjuk, hogy végül is, hogy milyen tényadatokkal támasztanák ezt alá. Akkor a következő probléma az, hogy azt állítja a szövetkezet, hogy a felügyelő bizottság feladata ellátó személynek csak a küldőgyűlés adhat bármilyen vizsgálat elvégzésére utasítást, mivel a felügyelő bizottság feladatát ellátó személy és a küldőgyűlésnek tartozik beszámoló kötelezettséggel évente egyszer. Hát ez azért is aggályos, mert ez egy megaszövetkezet. A megaszövetkezetnél az évek során a felügyelő bizottságot, ami 7 főről 5 főre csökkentették, majd 3-ra, és már jó ideje, csak egyetlen 1 fő látja el, de ezek szerint mi hozzá sem fordulhatunk a szövetkezet ezen levele a értelmébe, mert mi nem kérdezhetünk hozzá, nem kérdezhetünk tőle. De itt van egy másik eljárás, szintén az ítélőtáblai végzés, amely hasonlóan az előzőhöz, itt paragrafusokkal alátámasztva azt mondja ki, hogy a szövetkezet igazgatósága a tag kérésére, a szövetkezet törvényes működése körébe tartozik az, hogy a szövetkezet igazgatósága a tagi kérésre eleget tegyen a szövetkezet ügyeivel történő felvilágosítási adás kötelezettségének. Kiemelve, a lakásszövetkezeti törvény idézett rendelkezése szerint a tag bármely kérdésben tájékoztatást kérhet. Még egyszer, ez is azt írja, ez a végzésbe is az fogalmazódik meg. A válaszadás elmulasztása, érdemi választ nem ad, ha feltett kérdése érdemi választ nem ad, ezen magatartás törvényességi felügyelet. De a probléma az, hogy hiába szövetkezet arra utazik, hogy nem ad érdemi választ, látszik, hogy elindítunk egy törvényességi eljárást. A törvényességi eljárás, mint ahogy itt a Győri ítélő tábla a végzéséből is kiderül, 4 év után is még húzódik, holott már a kúriát megjárta az ügy, és kötelezték a szövetkezetet, hogy adja ki a papírokat. És még most lehet, hogy az ügyvéd trükkei révén az is előfordulhat, hogy 4 év után se jut hozzá az ember. De ez még nem jogerős, akkor ezek szerint? Nem, nem. Nem tekinthető rendelterésszerű joggyakorlással való visszaélésnek, ha a tag a szövetkezet gazdálkodásával kapcsolatos kérdések felvetésével, a szövetkezet gazdálkodásának módjával, eredményességével, annak költségeiről kíván tájékozódni. Tehát ez is nagyon hangsúlyos, hogy bármikor menjen be bármelyik tag a szövetkezet irodájába, kérje ki a saját lépcsőháza elszámolásait, és kötelezze arra a szövetkezet vezetőségét, ha meg akarja tagadni, hogy jogsértően jár-e. Én ezt azért nem értem, mert ugye többször volt itt a köztérben az elnök úr is, és az ügyvezető is egyszerre, és ugye akkor azt mondták, hogy hát ők nyitott kapukkal döngetünk, és hogy várják, és mindenkinek segítenek, akik hozzájuk fordulnak. Hát többször mondták el ezt itt a köztérben. Nyilván én nem vagyok szövetkezeti tag ott az egyes számú lakásfenntartónál, tehát nem tudom, hogy ez hogy működik, de én csak arra tudok hagyatkozni, amit itt ugye nálunk mondott Farkas Béla ügyvezető igazgató, illetve az elnök úr. Akkor ezek szerint ez nem teljesen ez így olyan, van? Mint mikor közmondás szerint vizet iszok, és, vagy bort iszok, és vizet prédikálok. Tehát ez sajnálatos módon nem így működik, és dokumentumokkal bizonyítom. De ettől függetlenül azért mindenkinek érdemes megpróbálni. Persze, ezek szerint hiszen jól van hozzá. Tehát a tag tájékoztatás kérése irányúi rögzítését a szövetkezet alapszabályon nem szűkítheti, vagy korlátozhatja, ebbe a végzésbe is bent van. Tehát hiába hivatkozik itt az elnökünk, meg az ügyvéd is rendszeresen az alapszabályra, nem írhatja felül a törvényt.
Hogy milyen ügyvédünk van, az jól mutatja az, hogy 2015-ös küldöttgyűlésen az ügyvéd kijelentette, hogy a jelenlevők, akik nem küldöttek, de részt kívánnak venni a tagsági alapon a küldöttgyűlésen, a törvényben abbanhoz van joguk, hogy hozzászóljanak a napi rendi ponthoz, arra válaszolni már nem köteles senki. Hát kérdezem én, milyen tanácskozási jog az, hogy én felteszek egy kérdést, és nem kapok rá választ? Az ügyvéd szerint ügyvéd ezt érti a tanácskozási jogon. A nagyon aggályos például a 2005-ös év, ami az én megítélésem szerint az ügyvédünknek, akinek az lenne a dolga, hogy a törvény felett őrködjön, pont maga akarta megszegni azzal, hogy olyan határozatot terjesztett elő a küldötteknek, és ráadásul az itt lévő dokumentumok alapján még nem is tájékoztatta a küldötteket, hogy ez a határozati pontban mi is van, az alapszabályt módosít, mert ebbe a határozati pontba szerintem 2005-ös évben az elszámolásokkal nagyon-nagyon nagy problémák lehettek. A pénzek elszámolásával. Az írásbeli előterjesztés törvény írja elő, hogy kell megtenni. Nem így, ahogy ő a határozati pontba. Tehát már maga ez az előterjesztés is jogsértő volt, és a cégbíróságnak ezt ki kellett volna szűrnie. Mert a határozati pontba a küldöttekkel tájékoztatni kell az, hogy idézőjelben mit, mire akarok változtatni. Tehát ezt írja elő a törvény. Ebbe az F és a G pontba, az alapszabályba alapos a gyanú, hogy a küldöttek nem tudtak arról, hogy mit tartalmaz ez az F és a G pont. Azt vették bele, hogy a lakásszövetkezet szétvállása és a vagyonmegosztás, ami a törvény által kizárólagosan közgyűlési hatáskör. Az ügyvédünk, aki őszerkeszti az alapszabályunkat, már 2000 előtt is őszerkeszte, tehát tudja, mert az alapszabályunk elején ez rögzítve van, hogy mit tartoznak közgyűlési hatáskörbe. Ennek ellenére alapos a gyanú, hogy szándékosan terjesztette elő, és akarta a küldötteket megtéveszteni, mert a küldöttgyűlési jegyzőkönyv 6. pontján ez hivatalos papír. Az áll, hogy az ügyvéd elmondja, lehet, hogy a következő küldöttgyűlésen vissza kell térnünk az alapszabály módosításra, mert a törvényességi felügyelete gyakorló cégbíróság még nem ellenőrizte. Amennyiben nem fogadják így el az alapszabályunkat, úgy újra foglalkoznunk kell vele. Tehát tisztában volt vele ez alapján, hogy jogsértő alapszabályt akar elfogadtatni, de mégis kísérletet tett rá. A cégbíróság hál' Istennek ezt kiszűrte. Vissza kell, hogy utaljak a 2005-ös év kapcsán arra, amit az előbb mondott, hogy gondolja, hogy nagyon komoly pénzügyi gondok lehettek. Ezt mire alapozza, vagy miért gondolja? Átnézve, még itt például két törvénytelenségre szeretném felhozni, hogy az ügyvédünk milyen kísérleteket tett. 2013-ban kísérletet tett arra, hogy az alapszabály módosítását át akarta rakni igazgatósági hatáskörbe. Ezt is a törvény biztosítja, hogy itt nem lehet. Tehát az ügyvéd vagy nincs tisztában a szövetkezeti törvénye, vagy szándékosan ellenünk tagok ellen dolgozik, és olyan jogszabályokat akar az alapszabályba bevenni, ami bizony nagyon is törvénysértő. De mondhatnám azt a 17-ben, mikor megpróbálta elfogadtatni a 14-es küldöttgyűlést egy írásbeli szavazással, erre se volt módja. Amikor ezt kiszúrtuk és megtámadtuk, akkor azonnal visszalépett. A 2005 évi elszámolásokkal, hogy mi is a gond, átnézve a papírokat, ez a 2005 évi januári elszámoláson a korrupció téma volt, és ebből a küldöttgyűlési jegyzőkönyvből kitudódik az is, hogy a szövetkezet önálló számvételi rendszert vezetett be. Hát az önálló számvételi rendszernek köszönhetően a szövetkezeti felújítási pénzekkel nem lehetett látni, hogy hogyan is vannak, mert összemosták a panelprogramos pénzekkel. A korrupció gyanúját azt egyik küldött így fogalmazott, a korrupció elkerülőseveket szeretné, hogy ne az igazgató, hanem az igazgatóság döntsön abban, hogy melyik vállalkozó kap munkát, mert olyan szóbeszéd van, hogy aki neki, mármint a Farkas Béla ügyvezetőnek valamit letesz az asztalra, az kap munkát. Hát
Engem fölkerestek tagok, és a korrupcióval kapcsolatban elmondtak bizonyos tényeket, csak sajnálatos módon én ezt nem tudom bizonyítani, tehát ebből kifolyólag... Hát szóbeszédre nem lehet adni. Tehát, erről hogy... van szó. Na most, 2000 átnézve a küldöttgyűlési anyagokat, ami a cégbíróságon van, kiderült az, hogy 2003-ban a szövetkezetnek a saját tőkéje az több mint 302 millió forint volt, ez 2004-re lecsökkent 175 millió forintra. Tehát szeretnénk megtudni azt, hogy miért is csökkent le. Akkor itt a 2000-es évektől kezdve óriási építőipari munkákat számoltak el, 41 millió forintért, 56 millió forintért, akkor a 2005 évi bevételkiadás, vagy a 2005 évi bevételkiadásnál itt a bevételek között feltüntetik az, hogy véglegesen átadott pénzeszköz, ami nem más, mint a felújítási alapi befizetés, 8 millió forint, holott itt ilyen 80 millió, 90 millió forint között mozogtak, sőt 2005-ben ott már megkezdődtek a panelprogramok, tehát a felújítása plusz befizetést is kellett nekünk fizetni. Hát itt a 2005 évi aggályos elszámolásokkal kapcsolatban valószínűleg nem tudunk meg tényeket, mert sajnálatos módon 2005. április 4-én a szövetkezet könyvelési irodáján tűzütött ki, és a dokumentumok sajnálatos módon elégtek. De itt a 2005-ös évvel kapcsolatban még az is érdekes, hogy itt a januári, 2005. januári küldöttgyűlésen felmerült a MESZÖV, hogy megszűnik a MESZÖV, és a MESZÖV-nek Farkas úr állítása szerint 8 millió forintos szövetkezeti pénz volt bent. Ezt a MESZÖV megszűnése után elfogadtatták a küldöttekkel, hogy létrehoznak egy szövetséget. Ez a szövetség a Fejér megye, lakásszövetek, társasházak Fejér megyei szövetsége, ami a cégbírósági, vagy hát a bíróságon fellelhető dokumentumok szerint a székhelye a Radnóti tér 6-ban van. Hát ez soha nem volt a Radnóti tér 6-ban, tehát szintén aggályokat vet fel. Akkor megnézve ezt a beszámolót, itt alkalmazott nincs, vagy alkalmazott nincs, két ember végzi itt a munkákat, az egyik az Farkas úr, a másik pedig Tettinger ügyvéd úr van bejegyezve, mint képviselő, alkalmazott nincs. Állítólag a volt könyvelő, a szövetkezet volt könyvelővére végzi a könyvelést, és mivel alkalmazott nincs, itt ilyenek, hogy kiküldetésre megy el a befolyt összegeknek a háromnegyede. Csak tudnánk, hogy milyen kiküldetésekre, az nem derül ki, mert ez egy civil szervezet, tehát nem kell beadni. Akkor losztagdíjat fizetnek. Tehát az a bevitt vagyon, az itt a mérleg alapján, egyszerűsített beszámoló alapján azért a lassacskán elkezd kopni. Meg nem értjük azt, hogy miért tartanak fent egy olyan szövetséget, ami évek óta... De ez még a mai napig él ez a szövetség, igen, akkor igen, ezek igen, szerint. Igen. Én azt hittem, hogy 2000x nem, 2005-ös adatokat próbáltam kigyűjteni, amikor itt volt. Ezzel a Fejér megyei szövetséggel kapcsolatban, szövetkezetek és társasházak Fejér megyei szövetségével kapcsolatban az is érdekes, hogy amikor 2014-ben nekünk volt ez a botrányos küldöttgyűlésünk, akkor számomra legalábbis elég érthetetlen módon nem értem, hogy miért ez a szövetség foglalta le a mi termünket, tehát a mi küldöttgyűlésünkre a termet. Hogy is van ez? Semmi közünk nincs azon kívül hozzá, hogy a Tettinger, a mi szövetkezeti ügyvédünk, ott is látja el az ügyvédi teendőket, és Farkas Béla ügyvezető látja el ott is az elnöki teendőket. Tehát a másik olyan aggályos dolog, ami nem 2005-től kezdődik, hanem 2000-től kezdve, ez a Losz Otthonunk Alapítványa, ami külön megérne egy adást. Igen, gondolom, hogy az is lesz, mert most már majdnem 35 percnél vagyunk.
Tehát a losszal kapcsolatos dolgok, az, hogy az én álláspontom szerint Farkas ügyvezető az közszereplő, mert nem csak a helyi ügyek formálásában vesz részt, hanem a loszon keresztül, ahol felügyelő biztos, a losz otthonunk alapítványán, ahol a tehem egy gazdasági szövetség, gazdasági KFT-rel összefogva, aki nem más, mint a losz patronáló, pártoló tagja. Igenis, hogy a törvényhozókra is befolyással, a törvények alkotására is befolyással van, mert mint érdekvédelmi szövetség véleményét a törvényalkotók kikérik. Tehát meg kellene vizsgálni egyszer a loszt, érdemes lenne az elszámolásokkal foglalkozni, hogy mentek az lakásszövetkezeti takarékpénztári elszámolások, és külön adás témája lenne a költségmegosztó, ami talán nem is férne bele 35 percbe, tehát lehet, hogy kétfelé is lehetne bontani, mert annyi anyagunk van ezzel kapcsolatban. Végezetül nyilván nagyon-nagyon sok téma még felmerülhet, de hogyha visszatérünk a kezdő kiinduló gondolatunkhoz, akkor hogy fognak folytatódni? Folytatódnak ezek a jogi eljárások? Kitartanak önök, vagy folytatják ezt a munkát? Nem fogjuk. Én személy szerint annak ellenére, hogy elköltöztem, a tagi kérése nem fogom abba hagyni. Azt hiszem, hogy itt a törvényalkotók felé is jelezni kell, hogy nagyon nagy jogi hiátus van. Le kell zárni, mindenképp olyan törvény kell, hogy bizonyos klikkek ne hozhassanak olyan alapszabályokat, hogy nem működjön a közgyűlés, hanem csak küldött gyűlés, mert a küldött választásokat is tisztázni kell, mert a jelenleg lévő küldött választások nagyon sok visszaélésre lehetőséget adnak, mert kiküldenek egy előre kitöltött szavazólapot, amit aztán nem tudjuk, hogy ki ír alá, nem tudjuk azt, mert a szövetkezeti irodájába visszamegy, ott csak az ügyvéd van jelen meg egy titkárnő, amikor összesítik. Hát szerintem ilyen választási rendelkezéseket bármelyik párt szívesen elfogadna, mert ez azt jelenteni, hogy attól kezdve a hatalomból nem lehetne kitúrni őket. Én köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hát ígérem, hogy folytatni fogjuk a témát. Nagyon köszönjük a lehetőséget mi is. Nézőinknek pedig felhívnám a figyelmüket, hogy a Fehérvár Televízió YouTube csatornáján a köztérben megtalálják a lakásszövetkezettel, vagy akár a tekemmel kapcsolatos összes korábbi adásunkat, keressenek rá tehát a YouTube csatornánkra. Köszönöm, hogy itt voltak köztérrel, egy hét múlva jelentkezünk itt a Fehérvár Televízióban.